A hideg sem tartja vissza az FC60 focistáit. A fiúk már január eleje óta rúják a köröket, és rúgják a bőrt a pályán. Tegnap pedig az Újbuda csapatával játszottak edzőmérkőzést. Híres Gábor, a csapat vezetőedzője rávilágított, hogy ezek a meccsek elsősorban a gyakorlást és a taktikai elemek tökéletesítését szolgálják. Az alapozás és az edzés mellett jut idő versenyezni is. Vasárnap a csapat egy része az Imola kupán száll versenybe a győzelemért. Mi a legerősebb csapattal megyünk, és ha jól tudom, még nem, 60 még nem nyerte meg az Imola kupát. Most minden szándékunk az, hogy elsőként végezzünk az Imola kupán. A lehető legjobb csapat megy, a lehető legügyesebb játékosok mennek. Én bízom benne egy kis szerencsével, mert ugye a focihoz sajnos kell szerencse, nem sajnos, kell szerencse. A szerencse egy kicsit mellénk áll, akkor jó futballt, izgalmas mérkőzéseket fognak látni a nézők. A felkészülés jól halad, új igazolásokkal és visszatérő játékossal is találkozhatnak a pályán azok, akik kilátogatnak az FC60 mérkőzéseire. A bajnokság 3 hét múlva kezdődik.